Szent Márton születését időszámításunk szerint 316 és 317 közé datálják a történészek. A népi hagyományainkból jól ismert történelmi személy Szavárián látta meg a napvilágot egy pogány családban. Édesapja katona volt, akit szolgálatainak elismeréseként Itáliába helyeztek át, és családját is magával vitte. Szent Márton Olaszországban nevelkedett, és itt ismerkedett meg a keresztény hittel is. 19 éves korától beállt a seregbe, és több csatában is részt vett. A legenda szerint egyszer találkozott egy koldussal, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Szent Márton egy karddal ketté hasította a saját köpenyét, és az egyik felét a koldusnak adta. Innen számítjuk a jó cselekedeteit. Nevéhez számos népi hagyomány és babona is fűződik, melyek a mai napig megőrződtek népszokásainkban. Több csodát kötöttek a személyéhez, például a halottak feltámasztását. A népiben például mondják azt is, hogy ez a pásztorok ünnepe, hogy a pásztorok ilyenkor vittek a gazdáknak vesszőt, és ahány ága volt a vesszőnek, hogy annyi disznaja lett a gazdának. És például az a mondás is tartja, hogy Márton napra meghízik a tömött liba, akkor levágják, és azt mondják, hogy ki Márton napját libát nem eszik, az egész évben éhezik, tehát ezért eszünk ilyenkor libát. A liba csontjából időjárásra is jósoltak, például, hogyha barna volt a csontja, akkor sarastérre számítottak, viszont ha fehér, akkor hosszú hidegre, de azt is mondják, ha Márton napja barna, akkor hosszú keménytérre számíthatunk, viszont ha Márton napja fehér, akkor pedig enyhébb tél lesz. Mai napon ugye kicsit borús az idő, ez mire enged majd következtetni a mártonnapi szokások szerint? Hát szerintem ez még mindig ilyen barna, ahogy akkor hosszú kemény telünk lesz, de hát reméljük, hogy a tavait nem ismételjük, meg legalább tavasz lesz. A borongos idő ellenére szép számban érkeztek a várpalotai gyerekek és felnőttek a Szimbád Nonprofit Kft. Által szervezett játszóházba, ahol meg annyi hagyományőrző foglalkozáson vehettek részt. Volt itt tökfaragás, libasütés és varrás, aki kedvet érzett, rajzokat is készíthetett Luttó segítségével. Ezen kívül a rendezvényen lámpásokat is fabrikálhattak az alkotó kedvű hagyományőrzők.